Hó alatt pihen a tábla, a korábbi havazások jót tettek a földeknek, a mezőgazdaság számára fontos a megfelelő téli időjárás is. Ebben az évben jól indultak a vetések a termőföldeken, a hótakaró hasznos volt a gabonáknak, megvitte azokat a jelentős fagyoktól. Simon Attil, a mezőgazdasági szakértő azonban rámutatott, nem volt könnyű dolga a gazdáknak, hiszen az ősz folyamán lezúduló nagy mennyiségű csapadék sok problémát okozott számukra. Nagyon sok gazda, a tábán kimaradt kukorica, hiszen a nagyság miatt nem tudtak rámenni a kötött talajokon, és hát várták a fagyot, hogy lebírják vágni. Ezt követően pedig következett volna a szántás, de ott a traktorok süllyedtek meg abban, hogy buszták az ekét. Ezért a fagyok után tudták elvégezni a munkát. Itt nagyjából 99 95 százalékban lehet végezve az őszi találókészítés a tabasziak számára, illetve nagyon kevés olyan táblát találunk, ahol nem lett levágva a kukorica. Úgyhogy ez egy, ez egy nehézkes késő volt. Február vége felé élénkül meg a táj. Simon Attila szerint ekkor jelenik meg először a föld illata. Ekkor a gazdák feltöltik a talajt műtrágyával, hogy jobban teremjen. Májusban pedig kiderül, hogy milyen hosszú a kalász, és mennyi termést tudnak betakarítani. Addig pedig az a legfontosabb, hogy jól tudjon telelni a tábla, és ne fagyjon ki az őszivetés.